A húgom mesélte, hogy annyira kiabáltam, hogy ő annyira sírt kint a váróban. Tehát már 3,5 év, annyira durva, és én mindig nem tudok úgy beszélni erről, hogy így ne legyek ott, vagy így ne érezzem azt, hogy ez felkavarna. Valahogy nekem ez úgy az egész így összedőlt, ez a kártyavár. 3 hónap után, amikor sikerült ebből a depressziós időszakból így kijönnöm, akkor így egyszer csak így ez a mindent elöntő szeretet, ez így megjött, és azóta így életem szerelme. Sziasztok! Mai sztármami adásunkban Mádai Vivien van velünk. Sziasztok! Itt, aki mindig mosolyog, gyönyörű szépek a fogai, hát könnyű neki ugye a férje. Fogorvos, majd erről aláírom, beszélünk. Igen. Az én mosolyom viszont nem annyira őszinte, mert gondoltam, esetleg reggel 6-kor is találkozhatunk volna, hogyha itt 8-kor. De hogy indulnálatok a reggel? Hú, óriás káosz, tehát hogy nálunk ez a logisztika, az egy mindig ilyen óriás tervezést igényel. Én nagyon korán kelek 4-kor, ugye a munka miatt, és akkor az oroszlán része a reggelnek, az sajnos az Zolira marad, de ő ezt most már nagyon jól abszolválja egyébként, tehát az öltöztetés, reggelizés, küzdés az, hogy vedd fel az oknit, vedd fel a cipőd, mert el fogunk késni. Ebből én csak heti 2 napot kapok, és 3-at ő visz, ugye, amikor az Zoliban vagyunk. De ma nem mokáztál? Ma nem, ma otthonról indultam. És ilyenkor, akkor ilyenkor hogy van? Ilyenkor úgy van, hogy én kelek, én, enyém a reggeli, enyém az öltöztetés. Egyébként ugyanakkor kezd, mint amikor a mokkában mész? Kezdve, hogy annyira érdekes, mert hétfőket szerdán mokkázom, és csütörtökön még nem tudok átállni, akkor még felkelek ugyanabba az időpontba, és péntekre már annyira kifáradok, hogy akkor viszont már ki tudok dőlni. Úgyhogy most még így jól jártunk, mert most csütörtök van, és igen, most állít. Legközelebb majd péntekre szervezem, akkor 10-kor is jó lesz esetleg. Igen. Úgyhogy ez a reggel, ez most már ilyen abszolút ilyen központi dolog nálunk. Mádai Vivien és férje, az asszony húzogató fogorvos dr. Szabó Zoltán. Eljött a búcsú ideje, indul a döntő. Sok sikert! Ugye az én anyukája vagy, most igen. Végül is tulajdonképpen azért is találkoztunk. Hát, az első pozícióm még. Föl lehet ott kelteni? Tehát, milyen harcok vannak? Figyelj, ő még mindig nem alszik, 3,5 éves, és még nem alusz át az éjszakát, úgyhogy aki most nézi, és azt gondolja, hogy majd 1 éves korától aludni fog a gyereke, az ne bízzon ebben, mert ez nem igaz. Legalábbis nálunk semmiféleképpen. És már serdül is természetesen. Igen, de cserébe korán kell. Szóval, hogy valahogy nagyon kifogtuk ezzel az alvás, meg ezzel az éjszakázással. Persze annak a néha a hozadéka, hogyha ha ilyen többször is kell, hogy akkor kidől reggelre, és akkor viszont kell keltened reggel, tudod, és akkor van egy ilyen mókuskerék, nem akar fölkelni, fáradt, későn alszik el az óvodába, vagy nem alszik, de cserébe hazafele kidől a kocsiba, ami azt eredményezi, hogy este 11-kor alszik el, és ez így megy körbe-körbe-körbe. Szóval ebben nem vagyunk túl jók. És téged behúz ez a spirál egyébként? Én tehát, hogy... azt se tudom, hol vagyok, szóval, hogy néha... Te keseregszege? Ez nem. Áldozat vagyok. Már 2 évig keseregtem, és most már azt mondom, hogy inkább ez legyen, mint hogy betegség, vagy bármi olyasmi. Szóval, hogy ez gyakorlatilag a nem alvás, mindig azt szoktam mondani viccesen, ez már egy életforma. És akkor bemegy a közétek az ágyba, és akkor elkezdi verni apa fejét téged, meg megsimíz, vagy hogy van ez? Figyelj, konkrétan úgy hasba rúgott valamelyik éjjel, hogy olyan gyomorfájdalommal ébredtem. Hát tudod, ő pici, ő nem tudja, és akkor úgy van nálunk az ágyelosztás, hogy látsz egy francia ágyat, itt alszik a férjem, középen a gyerek, és itt van egy ilyen maradék 10 centi, tudod, amiről még így épp nem esel le, és abban így kapaszkodom ilyen túlélőként, na hát az az én helyem, úgyhogy én ott alszom. Hát azt tudtam volna inkább elképzelni, hogy a két pasi között vagy, de hát akkor nem így van. Nem, mert ez egy másik élet. Igen, meg anyatigris vagyok, és szeretem, ha köztünk van, tudod, mert akkor én megvédem bal oldalról, a férjem megvédi a jobb oldalról, és akkor minden este úgy alszunk el, és én ezt nagyon szeretem, hogy anya, összebújjunk, és akkor összebújjunk, és akkor át kell ölelni, és akkor ő úgy alszik el. Hát erre már van igen. Igen, persze. Place a hand upon my heart as her. She was a believer. Hát ugye ahhoz pasi is kell, hogy az embernek gyereke legyen. Hát én végül is igen fontos tulajdonképpen. Ugye neked volt egy előző házasságod, ami nem volt annyira sikeres, vagy hát egy tanuló, próba, tudom, egy lépcső a második volt? Az éles, igen. Persze. Igen.
De azért jó az ember, a második nem megáll. Igen, én is azt gondolom. Én csak kérdezem, mert én nem álltam meg. Mindig azt mondom, hogy Gál Bózsosnak is 8 férje volt, tehát hogy gyakorlatilag azt hiszem, hogy több. Igen, de most azt gondolom, hogy így talán így megállnék ennél a számnál. És ott egyébként fel sem merült, hogy baba lesz? Az első házasságban? Aha. Érdekes, nem, valahogy addig a gondolat az bennem mindig megvolt, én mindig nagyon szerettem volna édesanyja lenni, de valahogy úgy nem sodort minket abba az irányba az élet. A volt férjem is sokat dolgozott, én is, és tudod, valahogy ez így nem jött akkor még szóba. Tudod, Vivi, hogy kiszállhatsz. Vagy eldöntheted azzal, hogy kimentek, és mindegy, hogy mi történik, de akkor eldöntöd az ő sorsukat. És abban van izgalom? Hát az, hogy te kivel mész a döntőbe. A csajok, ahogy megtépnek, persze. Ez a játék nem csoportjáték. De ha passzolok, meg haragszol. Nagyon, örök harag. Elpasszolom, bocs Réka, nagyon, ne haragudj. Ne haragudj, ne, csak azért, mert ne haragudj. Késő. És akkor volt egy ilyen csopaki délután. Egy este, egy reggel. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát az ember nyaral, és akkor egyszer csak szembe jön vele a Bon Viván, vagy hogy? Hát valami hasonló egyébként. Egy csopaki strandon történt meg ez a bizonyos találkozás. Forgatásról jöttem, emlékszem, és én ott nőttem fel gyakorlatilag a csopaki strandon, mert ugye törzsgyökeres balatoni vagyok. És kim volt a strandon az édesanyám, majdnem azt mondtam, hogy a kisfiam, de hát akkor ezek sehol nem volt, az öcsém, a tesóim. És akkor mondtam, nem is megyek ki, korán keltem, szinte egy reggeli műsor volt, mondom, hullafáradt vagyok, de gyere csak, hát most mi bajod lesz, itt van mindenki. Kimentem, és akkor a tesóm még a stégre pakoltak le, és soha nem fogom elfejteni, mentem ki előre a stégen, és egyszer csak néztem, hogy utálom, amikor tudod, így a számba pakolnak a strandon, így szorosan, és így el se férsz. Mert neked kell a helyet. Igen, persze. Mert szeretem, nem szeretem, hogy bekorlátoznak, beszorítanak. És néztem, hogy ki az, aki oda pakolja a cuccát. És akkor néztem, és egyszer csak felnézett, épp pakolt valaki a táskába, hogy felnézett rám, és akkor így összetalálkozott a tekintetünk, és én abban a pillanatban valahogy ezt így éreztem, hogy akkor nekünk így van dolgunk egymással. Nem beszorított, hanem bekerített. Igen, egészen konkrétan. Átölelt. Át. Szót követett, és 4 hónap múlva már volt egy zénópocakomban. 4 hónap? Igen, elég gyors tempó. Akkor nem volt tervezett. Nem. Vagyis, hogy olyan szinten tervezett, hogy szeretnénk, és hogy igazából miért ne. De hogy azt nem gondoltuk, hogy ez elsőre gyakorlatilag összejön, szóval hogy gondoltuk, hogy majd igen, persze, de ő valahogy nagyon akart jönni hozzánk. Megszületett Zénó a pocakban, és nem megszületett, hanem megfogant, igen. Ott volt, és hogy derült ki ez a dolog? Megünnepeltétek, vagy nem tudom én, elhelyeztél a toalettjénél egy ilyen terességi tesztet, vagy hogyan? Ez egy ilyen nagyon gyakorlatias dolog volt. Pont egy ilyen interjúm voltam én is valamelyik bulvár újságíróval, és kérdezte, hogy akkor mikor tervezzük a kisbabát. És mondtam, hogy hát tulajdonképpen bízom benne, hogy azért hamarosan összejön, de hogy így a sorsra meg a Jóistenre bíztuk. És vége lett annak az interjúnak, és olyan furcsán éreztem magam. Nem tudom, tudod, amikor olyan... Valami nem oké. Okay. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mi lehet. Hát mondom, hazamegyek, csinálok egy tesztet, mi bajom lehet. És az este volt, már otthon volt a Zoli is, és semmi különösebb nem volt, elmentem pisilni. Kihoztam a tesztet, és akkor láttam, hogy két csík, és akkor így elétettem, hogy... Hát ez van. Ez van. Babám. Igen, és ő valami könyvet olvasott. Tehát annyira... élnek ezek a képek valahogy, tényleg így lefényképezi az agyam. Egy orvosi könyvet olvasott, még arra is emlékszem, hogy valami fülorgégészeti könyv volt a kanapén, itt szembeálltam vele, és úgy felnézett, hát én gondoltam. Úgyhogy nagyon nem spirázta ezt túl, de hát nagyon örültünk neki. Mondjuk én egy éjszakát nem aludtam annyira, bepánikoltam, hogy akkor most mi lesz, hogy lesz. Hát azért nyilván ettől a gondolattól az ember megijed, de azért nyilván nagyon boldog voltunk. De miért ijedsz hát annyira... Azt mondod, hogy 4 hónapja voltatok tulajdonképpen együtt. Helyesben a megismerkedésetektől kezdve mindössze 4 hónap telt el. Igen. Ez egyáltalán... Ez olyan, amikor egy cserdülő, tudod, egy éjszaka...
És akkor éppen így beugrik a tört. Megesik, igen. Hogy karint is legyek. Szóval, hogy ez egyáltalán nem volt kérdőjel, nem emiatt voltak a félelmeim, hogy akkor mi most túl kevés ideje vagyunk együtt, vagy túlságosan korai lenne, hanem inkább attól, hogy új a helyzet, hogy annyira ismeretlen, és hát mégiscsak itt van egy kis baba a pocakomban, akiért én vagyok a felelős, aki nekem kell felnevelnem, és ezek a félelmek, a boldogság valahogy így keveredett, és csak én néztem a plafont egész éjjel, fordultam jobbra, Zoli édesdeden aludt mellettem, ő nem stresszelte túl ezt a dolgot. A játékunk neve Hinta Palinta. Milyen aranyos, nagyon kedves. Zoli? Hát alapvetően azt mindenképpen bele kell kalkulálni, hogy milyen lassan indítja be ezt a nagy szerkezetet a férfi. Úgy látom, kicsit belesápadtál. A ruhámhoz öltöztem. Nem tudom, ezt neked kell tudnod, szívem. Kérdés az, hogy be tudod elendíteni. Hát, ez jó kérdés. Ja, nem nézed ki magadból, hogy elindítod? Szerintem... Én nem vagyok olyan nehéz, hát nekem sokkal több erőkifejtés az, hogy elindulja. Előjött, hogy mi lesz akkor a karrierem, hogy egyáltalán volt egyáltalán kisbaba a környezetedben a felnőtt korod óta? Tehát, hogy ez mit jelent egyáltalán? Mert szerintem ezt nem tudjuk elképzelni. Akinek nincs, ezt nem tudja. Tehát, ha van a barátnőmnek, oké, jaj, de cuki, elmegyek két órára vigyázni rá, stb. De hogy az életed annyira megváltozik, ezt nem tudjuk elképzelni, még akkor sem, amikor benne van a pocakunkban, ugye? Teljesen. Tehát egy olyan szintű változás, hogy arra szerintem nem is lehet igazából felkészülni. Tehát hiába olvasol el 500 könyvet, kérsz ki 5000 tanácsot, az teljesen egyénfüggő, és teljesen más lesz a te életedben, mint mondjuk a te barátnődnek, vagy a rokonodnak. Szóval, hogy inkább ettől a helyzettől voltam, ettől az ismeretlentől egy kicsit pánikban, de aztán meg is igazolódott ez a félelmem, hogy tényleg itt teljesen más dolog lesz. A karrier, mint olyan, egyáltalán nem is jutott eszembe, mert mondom, nagyon vágytam arra, hogy anyuka legyek, és hogyha választhatok a karrier is az anyaság között, akkor nálam az anyukaság azért a prioritás. Mondom ezt úgy, hogy elég hamar visszamentem dolgozni, de azt az élet szülte. De hát nem kellett választanod a kettő között. Ez... meg ezt lehet manapság már szerintem jól És csinálni. Akkor mi volt az, amitől megnyugodtál? Vagy megnyugodtál-e egyáltalán? Sikerül vagy végig parásztál? A terhesség alatt nem, meg nekem annyira jó kis terhességem volt, nem is azt mondom, szerettél terhesnek én lenni? Nagyon, én imádtam, a rengeteget aludtam, akkor pont nem is dolgoztam, tök jókat ettem, emlékszem, egy csomó sorozatot meg tudtam nézni, mert rosszul voltam az első időszakban, és azt tudtam így a pihenéssel tölteni. Én nagyon szerettem, hogy napról napra nő a pocakom, engem egyáltalán nem érdekelt, hogy híztam, szóval, hogy nem volt ez nekem egy ilyen központi probléma. Én nekem az egy nagyon jó kis időszak volt. Féltél a szüléstől? Egyáltalán nem is, talán ez volt szerintem, hogy túlságosan magabiztosan mentem neki, hogy hát ez sima liba, hát megoldok én mindent, ez sem lesz egy nehéz történet. Úgyhogy valószínűleg itt is csúszott el nekem ez az egész. Azt hiszem 11 óra körül mentünk be éjjel, vagy este, és mondták, hogy hát olyan 5 óra körül ebből szerintünk kisbaba lesz. És írtam is anyukámnak, hogy felkeltetek reggel, akkor gyertek, mert hogy lesz egy unokátok, nagyon úgy néz ki reggelre. Ez nagyon édes. Igen, és akkor mondták, hogy akkor elkezdődnek a folyamatok, menjek be a szülőszobára, meg a bajózó szobába. És akkor úgy múltak az órák, de hogy valahogy nem, egy picit úgy belealudtam, akkor szokásos dolgokat ugye megcsinálták, a vizsgálatokat, de úgy nem akart beindulni. Igaziból, igen, tudod, igen. Ez a nagy, tehát hogy a tolófájások. Igen. És ugye a burokrepesztés is megtörtént, mert hogy nem folyt el a magzatvíz, de hát csak nem. És akkor már reggel lett, és akkor semmi. És akkor az oxitocinnal akkor ezt egy picit megsegítettük, ezt a sztorit. És szerintem az volt a probléma. Én nem vagyok orvos, de onnantól túltolták kezdve... Túltolták egy kicsit. Onnantól kezdve, tehát olyan brutális élmény volt az egész, hogy én tényleg bírom a fájdalmat. Tehát aki ismer, az tudja, hogy én azért elég kemény vagyok ebben. Én összeszorítom a fogamat, és azért elég sok mindent kibírok. De ezzel, hogy az oxitocinnal
ezt megtámogatták szerintem ezzel. Nem tudom, hogy azt lehet egyáltalán túladagolni, vagy van-e olyan, vagy válthat-e ki olyan dolgokat, hogy az erősebbnél is erősebb, vagy csak én nem bírtam, vagy az én uh-huh. szervezetem nem, mert hogy nyilván mindenki, aki tudja, vagy aki szült, azt tudja, hogy igen, ez brutális fájdalommal jár, de valahogy nekem ez úgy az egész így összedőlt, ez a kártyavár. Call it off and don't look back. Take me off this lonely track. Belázasodtam, hánytam közbe folyamatosan. Szóval, hogy nem volt egy délutáni csajos program, hogy így fogalmazzak. És este 19-23-ig húztuk ezt. A reggel 6 helyett. Aha, igen. Hát ugye este 11-től, másnap 7:30-ig gyakorlatilag, és akkor született uh-huh. meg sürgősségi császárral végül is, mert hogy eljutottunk a... Lehet a szülés. Hát maga. Igen, a kitolási uh-huh. szakaszig, és nem volt oké uh-huh. már, és akkor mondta a doktornőm, hogy akkor ezt így ne kíséreljük tovább, vagy ne húzzuk tovább, hanem akkor legyen császár. De én már éreztem, hogy nem lesz meg, tehát hogy természetes úton valahogy az ember így közben így tudta. Tehát annyira elvesztettem a kontrollt. Uh-huh. A férjem, ő végigben volt velem, és mondta, hogy nyilván ő általános orvos itt csinált azért 3 évig, és sok mindent látott, de mondta, hogy ez, ahogy én ott, és amilyen szinten az nem lehet elmondani. Anyukám is bejött aztán végül, mert volt egy ilyen pont talán valahogy délután, hogy ugye ők ott voltak végig, és mondtam, hogy én most az anyukámat akarom, mert itt valami nem stimmel, és akkor anyukám is benn volt, meg a férjem is, tehát egy ilyen triumvirátus szülés, vagy szülés próbálkozás, ezt szoktam inkább mondani. Az így jó volt egyébként, hogy ott voltak veled, vagy inkább idegesített? Nem, nekem nagyon-nagyon fontos volt. Biztonságot adott? Igen, hogy mindenki, és kim volt a húgom is, meg az édesanyám férjem, meg talán a nővérem is megérkezett, meg az öcsém, tehát mindenki kín volt, és aztán a húgom mesélte, hogy annyira kiabáltam, hogy ő annyira sírt kint a váróban, hogy szörnyű volt azt végighallgatni. De hát ez most az én ilyen kis saját horror sztorim, tehát hogy ez nem mindenkinek ennyire szörnyű, nekem valahogy így alakult, meg valahogy ezt így meg kellett. Ilyen nem biztos azért, hogy ezt az egészet tudjam értékelni, mert ott azért tényleg egy ilyen nagyon-nagyon küzdelmes egy nap volt az. Férjed, nem nehezteltél amiatt, hogy nem csapott ott szét az orvosok között, és nem mondta azt, hogy nézzék meg a feleségem, milyen rossz állapotban van, és azonnal vigyék el császárra, vagy nem tudom én, tényleg ezt így kell megoldani? Nem lehet ezt rövidebb úton? Nagyon jó kérdés. Rá egyáltalán nem, mert végig ott volt mellettem, támogató volt. Arra emlékszem, hogy a gerincérzéstelenítést azt nagyon-nagyon nehezen tudták beadni, mert gerincferdülésem volt. Tehát gerincérzéstelenítést is kaptál, meg oxitocin? Igen, én mind a kettőt, igen. Uh-huh. És a Zoli mesélte, hogy már annyira ideges volt, hogy 8-szorra sem sikerült beleszúrni, hogy mondta, hogy már majdnem kivette a doktornő kezéből, és azt, hogy beszúrja, hogy csak most már hagyják és ne kínozzák. Úgyhogy tudod, közben lehajolsz. A gerinceden keresik, és akkor közben még fájások vannak, és akkor két fájás között. Tin. Ezek az energiák nem voltak, hogy körülöttetek rendben ott. Aznap valami nem volt oké. De most már ezt így próbálom tényleg szép emlékként, amennyire lehet magamban így feldolgozni. És akkor végül is császáron meglett a baba, nem altatásban gondolom, hanem akkor megkaptad, oda láttad. Igen, hát így oda tették, ez olyan érdekes, mert az a pillanat, amikor először oda teszik az arc, még érzem azt, amikor az ő arca, meg az én arcom összeél, ugye el is vitték, odaadták az apukájának, de így egy picit így tudod, a nővérke így oda rakta, és akkor így összeért az arcunk. És hát ez egy óriási megkönnyebbülés volt. Már az óriási megkönnyebbülés volt, amikor felraktak a műtőasztalra, mert akkor már nagyon lázas voltam, meg ugye akkor egy picit már így elmúlt a fájdalom az érzéstelenítés miatt, de tudod, folyamatosan remegszott, meg azért rosszul vagy. És az, hogy akkor már kezdett elmúlni a fájdalom, az már jó volt, és akkor odaadták a Zolinak, és akkor Zoli a maszk mögül megvizsgálták, és akkor így kimutatott, csak így annyit láttam ott a fényben, hogy így
hogy rendben van a gyerek. Igen, a kis hős. Én mindig azt mondom, hogy ő a hős, mert hogy egy pillanatra nem lassult a szívhangja. Ő nagyon kitartó volt, szóval a doktornő is mondta, hogy nagyon, nagyon, nagyon stram kisrác. Tehát már 3,5 év annyira durva, és én mindig nem tudok úgy beszélni erről, hogy így ne legyek ott, vagy ne érezzem azt, hogy ez felkavarna. Nagyon gázbocsánat. De hát ez valahogy az emberben mindig benne lesz szerintem. Úgyhogy így. És volt benned önsajnálat, hogy kudarc élmény érzés? Tehát, hogy most én nem tudtam csak megcsinálni. Nekem, akinek minden így ment. Uh-huh. Hogy vajon ezért én hibás vagyok-e, hogy nem készültem föl eléggé, hogy tehát ilyen önhibáztatás, önmarcangolás, ilyesmik. Volt egyébként, tehát sokáig így bennem volt ez, hogy én nem is vagyok igazán anya, meg én ezt nem tudtam megcsinálni, meg ott volt annyi idő, meg annyi próbálkozás, és hogy ezt miért nem tudtam véghez vinni, de valahogy aztán így arra jutottam, hogy valószínűleg tényleg olyan sok minden sikerült már az én életemben, olyan sok boldog percet kaptam, hogy az igazán jó dolgokért azért tényleg meg kell küzdeni, és nem sikerülhet mindig minden, és meg kell tanulni ezt a fajta kudarc élményt is, de a kudarcot sem ilyen szóhasználatként használnám, mert hogy ez nem kudarc, mert ott van egy egészséges gyermek, uh-huh. Tehát hogy azért a Jóisten mennyire kegyes volt velem, hogy az én még a kudarcot is úgy élhettem meg, hogy egyébként nem is kudarc, hanem egy gyönyörűséges vég cél, vagy vég eredmény. És ezt így is tudtad akkor felfogni? Tehát ilyen optimistán, vagy belecsúsztál valamiben? Nem, belecsúsztam a depresszióba nagyon csúnyán, és sokat gondolkodtam rajta, hogy ez minek köszönhető, de én talán azt gondolom, hogy a rossz szülés élmény miatt, mert én nagyon optimista, meg nagyon pozitív ember vagyok, de talán úgy jött ki ez az egész, ennek a feldolgozatlansága, hogy belecsúsztam a szülés utáni depresszióba. Tudtál neki örülni egyébként, hogy amikor megkaptad, vagy ilyenkor az ember föl se fogja, hát ott túl voltál 10 óra szenvedésen, én vagy annak, sok óra. Igen, én annak örültem, hogy ott nem fáj végre. Uh-huh. Valószínűleg ezért is van az, hogy nekem nem volt meg ez a katartisztikus élményem, hogy úgy hirtelen, úristen, én anyává váltam, és nem öntött el az a mindent átható szeretet az első pillanatban. És nyilván ez is generál egy lelkiismeretfordulást, hogy jaj, végre megvan, de akkor most miért is nem örülök annak, hogy ő itt van? Tehát, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen ördögi kör ez az egész. És akkor belecsúsztál ebbe, a rossz anya vagyok? Igen, nem örülök, miért nem vagyok boldog? Uh-huh. Szóval hát az összes depresszió. És ez így hogy jelentkezett, hogy hazavittet a gyereket, vagy már az első napokban is egyébként? Persze. Mert ugye gyermekágyi depresszióról tudunk, hogy az a 6-7, ami tulajdonképpen a szülés után következik, ott simán, ahogy a hormonok állnak vissza, ettől is lehet. Igen. De hát neked akkor erősítette ez az élmény is, gondolom. Nekem igen, és nekem 3 hónapig tartott. Hazamentünk, letettük a franciáira, néztük jobbról, néztük balról, hát ő most már itt marad, de azért nagyon cuki, és úgy nem is tudtunk vele nagyon mit kezdeni, mert totál fogalmatlanak voltunk, tehát annyit szoktunk röhögni ezzel, hogy így, hogy etettük meg, tehát hogy ilyen ős káosz, de ő annyira jó fej, tehát az én kis ilyen tényleg a világ legjobb gyereke. Cicizett? Egy kicsit igen, de aztán sajnos a depresszió miatt én nem is tudtam szoptatni, mert megváltozik, azt mondják, hogy ilyenkor a tejnek az íze, pedig nagyon-nagyon sok tejem volt egyébként, tehát hogy semmi akadálya nem lett volna ennek. És olyan türelmesen tűrte a mi szerencsétlenkedéseinket, tehát hogy anyukám mondja mindig azt, hogy ez a gyerek nevelt titeket, tehát hogy 2 gyereknek van egy kávé, egy apukája, vagy egy anyukája, vagy egy egyvelege. Tehát, hogy ő annyira az ő személyisége, annyira fantasztikus, hogy tényleg a szavakban nem tudom önteni. Nálunk volt egy kis gigszer, mert hogy 5 nap után otthon voltunk, akkor úgy próbáltunk küzdeni, de 5 nap után én rosszul lettem. Elájultam gyakorlatilag a sok vérveszteségtől, és nekem vissza kellett menni a kórházba, és engem újra műtöttek. Csak még ráadásul. Persze, hát hogy ne legyen ennyire egyszerű ez a sztori, és hát ott voltam a 4-5 napos gyerekkel, a férjemmel, és a férjemnek mondta a
nővérke, hogy hát akkor menjenek haza, az anyukát be kell tartani 3 napig. És állt a férjem a 4 napos gyerekkel, és azt kérdezte tőle, és hogy etessem meg mégis, mit gondol? 4 napos gyerek, első apuka vagyok, azt se tudom, mit kell vele csinálni. Igen, halni. Édesem. És akkor ott maradhatott velünk a kórházban az én, és ő volt ugye a legnagyobb, mert ott mindig újszülöttek vannak, és ő már egy ilyen 5 napos kis tök cuki kis bébi volt, és ő volt ott a legnagyobb, és ott hozták jobbra-balra, engem megműtöttek, akkor benn voltunk, és akkor már éreztem, hogy akkor itt gáz van, és akkor hívtam anyukámat, hogy akkor jöjjön és segítsen. Ő tényleg egy csoda nagymama, szóval, hogy mi 4-en vagyunk tesók, azért van némi tapasztalata. És olyan jól bánik ezekkel a kis pici pindurbabákkal, hát tényleg ő neki szerelem, hát azóta is az éni. És akkor ő ott, mint Mary Poppins, a kezébe vette az irányítást, és a 2 kis tudatlant, a férjemet és engemet, akkor meg ott, hogy ki mit csinál, beosztottuk. Én le is költöztem akkor anyukámékhoz, a Balatonra, és akkor anyukám egy csomó mindent megtanított, hogy hogy is kell. Szóval, hogy én nagyon vakmerően mentem ebbe bele, tudod, ez is megy, az is megy, de nem egy nagy ördöngösség ez egyébként most már így visszatekintve. Tehát van, akinek ez tök jól megy. Én kicsit béna voltam ebben. Úgyhogy így. Dehogy vagy béna. Hát jó, csak az ember, tudod, ilyenkor keresi azt, hogy mi a csúszott el ez az egész. Szóval egy ilyen komplex káosz volt az első 3 hónap. És 3 hónap után, amikor sikerült ebből a depressziós időszakból kijönnöm, akkor így egyszer csak így ez a mindent elöntő szeretet, ez így megjött, és azóta így életem szerelme tényleg. És ez a depresszió egyébként ez mit jelent? Tehát, hogy ránéztél a gyerekre, és azt mondtad, hogy úristen, nem tudok ezzel mit kezdeni, nincsen hozzá kedvem, nem láttad el, tehát, hogy odáig is elment ez a dolog, vagy hogy egész nap aludtál, próbáltad kipihenni az életet, közben viszont fájt az egész, sokat sírtál, tehát hogy mit jelent ez? Hát a nettó zokogás, tehát hogy az reggeltől estig, igen, nem éreztem úgy igazából semmit, nagyon fáradt voltam, ő este 6-tól éjfélig mindig zokogott, sírt, mert annyira fájt a hasa, tehát hogy tényleg már hát anyát is nyilván érezte. Igen, meg igen, tehát hogy én tudom, hogy ő is érezte azt, hogy itt valami nem oké velem. És akkor anyukámmal felváltva, meg amikor az Oli jött, akkor így 3 kézről kézre adtuk, és akkor ringattuk és próbáltuk. És hát tudod, én ettől is összezuhantam, hogy ez se, tehát oké, hogy a szülés nem sikerült, de hogy még ez a hasfájás. Az anyává válás se sikerül. Igen, tehát hogy ez egyszerűen nem fog összejönni, az biztos. Tehát hogy biztos voltam benne, hogy nem, akkor ez nekem így nem. És köszi, de köszi nem. Ez mégsem az én pályám. Tehát amennyire én vágytam rá, meg amennyire szerettem volna édesanyja lenni, annyira nem tudtam ebben helyt állni. És olyan, annyira fura volt, mert tényleg én mindig bárhol kisbaba volt, kisgyerek volt, repültem oda, és mondtam, hogy nem hiszem el, hogy ez az érzés bárki egy vadidegen kisgyereke, és a saját gyerekemmel én ezt nem tudom átélni. Hogy sikerült egyébként kihúznod magadat ebből a saját hajadnál fogva, ahogy szokták mondani, és önmagadat, önmunkával, és volt-e erre fogadókészség önmagadnál? Mert ugye ez is kérdés sokszor, hogy segíteni akarnak a környezetedbe, de más ezzel nem tud segíteni, csak saját magad tudsz. Hogy tudtál belőle kijönni? Kértem segítséget is, pszichológus segítségét is, tehát hogy én jártam azért terápiára is, de igazából az idő és a saját magamban való gondolat, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni. De mindig azt szoktam mondani, mert nagyon sok levelet kapok én is ezzel kapcsolatban, hogy ebből a depressziós időszakból, mert hogy én ezt ugye nyíltan felvállaltam, hogy lehet kijönni. És egyébként nagyon sokakat érint. Rengeteg figyelj, ilyen. Nagyon. Az árt csoportunkban rengeteg ilyen
megjegyzés jön, és egymást próbálják az anyukák vigasztalni. Igen, mert hogy ezt ciki bevallani tudod, mert hogy igen. Azt gondolják, hogy akkor majd elítélik. Hát mert most ilyen boldog anyukának kéne lenni, és igen. Akkor ringatni a babát, igen. Csak hogy ez nem mindenkinek jön össze, mert igen. Hogy másképp működik a hormonrendszere például. Igen, és én nagyon én lovassa is vagyok ennek, hogy tényleg akkor erről így beszéljünk, ezért is meséltem el ezt nagyon sok helyen. És kértem segítséget, anyukám is sokat segített, meg az, hogy nem voltam egyedül, tehát hogy éreztem, hogy ott van a családi bázis, és a férjem is, és mindenkire számíthatok, és akkor így szépen lassan az idő. És visszatérve mindig ezt szoktam mondani, hogy senki nem marad így, tehát olyan nincs olyan édesanyja, akinek nem jönne meg. Ahogy a baba nem marad benne, igen, ahogy a depresszióban sem marad benne, tehát, nincs olyan. Én még legalábbis nem találkoztam olyannal, aki ne tudott volna ebből olyan szinten kijönni, hogy ne jött volna meg egy anyai érzés, mert ez jól van kitalálva. És férjed, hogy bírta ezt egyébként? Erről beszélgettetek? Hogy tudott neked segíteni? Hogy állandóan kérdezgette, hogy na, hogy vagy édesem, mit hozzak, simogatott, nem tudom, tehát biztosított arról, hogy hidd el, vége lesz. Igen, egyébként pontosan ezekkel, bár nagyon jó volt az, hogy szóval én nem szeretem azt, amikor valaki miattam szomorú, vagy én ilyen nagyon, nem is tudom, mi erre a jó szó. Szóval nem szeretem azt, amikor miatt én hátráltatok valakit mondjuk a munkájába, uh-huh. Vagy az érzelmeibe. És úgy csináltuk, hogy ő 5 napig akkor Budapesten volt, és akkor pénteken mindig jött hétvégén le. Igen, mert hagyta meg a mamánál, igen. Mondta, anyunál. És, igen, uh-huh. És én nagyon örültem, hogy nincs ez a teher rajtam, hogy az ő életét is most ezzel... Nem. Akadályozott befolyásolva. Igen. És akkor, amikor hétvégén jött mindig, abban az első időszakban, akkor az egy ilyen jó időszak volt. Jön, tudtam, hogy jön neki is. Igen, uh-huh. igen. Szóval fura, hogy nyilván, hogy nem együtt csináltuk, de úgyis egész nap dolgozott, és én meg azt nem akartam, hogy hazajön este 8-kor, és egész éjjel sír az éni, és ő azt hallgassa, és ő is hullafáradtan kimerült. Tehát nekem sokkal inkább szükségem volt egy anyira. Pénteki uh-huh. Kiegyensúlyozott férjre, aki abban a 3 napban tölt, mint egy olyanra, aki szintén ebbe így belecsúszik velem. Úgyhogy ez egy nagyon jól működő rendszer volt. Anyukám meg ott volt végig. És akkor az a 2 nap, vagy 2,5 nap, az akkor tényleg boldogabb is voltál? És akkor utána visszacsúsztál hétfőtől? Persze, és soha nem voltam annyira szerelmes magad? A férjembe szerintem, mint akkor, mert valószínűleg ezt a szeretetet, ami egyébként ki kellett, hogy jön így vagy úgy, azt meg felé tudtam közvetíteni. Úgyhogy tényleg egy ilyen káoszos sztori volt, de 3 hónapig tartott csak, most már azt mondom. Úgyhogy ezt strigulákat számoltam, de most már jó. We were golden, turning blue. I thought you could see it too. Tudom, vetted észre, hogy most már család vagyunk. Emlékszel arra pillanatra esetleg? Vagy nem tudom, hogy ez pillanatban meghatározható-e, vagy egy sztoriban? Tök érdekes, mert anyukám lejárt a 3 hónap, és azt mondta, hogy oké, most már úgy látja, hogy most már hazamehetünk, most ez működni fog. És én mondtam, hogy hát lehet, hogy még kéne egy kicsit maradnunk, mert hogy még ezt meg az, és nem. Most már feladat igen, van. Igen, most már most már lányom, anya vagy. Igen, és örülök, hogy annó így hazaküldött minket, mert kellett az a lökés ahhoz, hogy ez elinduljon. És visszajöttünk Budapestre, és akkor onnantól kezdve elkezdtük a mi kis hármunk életét, és az már egy ilyen nagyon jó, beállítottuk a napi rendet, volt rendszer, este mindig referáltam anyukámnak, hogy mi volt az nap, mindig FaceTime-oltunk, tök jó volt. Szóval, hogy most ez ilyen nagyon fura, meg tök ritka szerintem az ilyen helyzet, mert tényleg így 10-ben lett, hogy 2, de hogy nekem tényleg kellett ez a kis löket ahhoz, hogy... Egyébként az ősi társadalmakban abszolút így volt, van. És tehát ezért nem voltak akkor depressziós. A csajok együtt szoptattak, ugyanazban a helyiségben. Nem voltak magányosak, ott igen, volt az elmondták anyukáig. Egymásnak, hogy mi a problémájuk, nem kellett megjátszaniuk magukat, hanem akkor a másik szoptatta addig. Igen, igen. Ez egy ilyen nagyon jól működő rendszer volt, én is a kommunában élésben egyébként. Hát sajnos most már manapság nem így van, de hát látod, én nekem is szükségem volt erre a fajta támogatásra, és hála Istennek volt egy olyan bázis mögöttem. Úgyhogy visszamentünk 3 hónap után, mármint, hogy hazamentünk. Aha. Nem is tudtam akkor abban a lakásban lenni szerintem, tehát hogy nekem nagyon kellett, hogy onnan eltávolodjak, ez a rossz élmény, az első, nem volt. Mint amikor szokták mondani, hogy aki egyébként depressziós, az is menjen el utazni valahova, igen, hogy a környezete igen, változzon. Igen. Ez mindenképpen kellett. A helyváltoztatáshoz kell. A kizökkentés. Uh-huh. És akkor hazamentünk, és onnantól kezdve egyszer csak így azt éreztem, hogy Úristen, de szerettem én ezt a gyereket, és ő az én életem, és a minden, és hát,
És érdekes, hogy persze minden anya szereti a gyerekét, de hogy én azt érzem, hogy cserébe kárpotlásul, hogy az az első időszak az olyan nehéz volt, ilyen csöstű jött a szeretet. Tehát, hogy egy ilyen még intenzíven, még inkább elolvadós érzés. Persze szeretet is jó, de hogy ez a fajta, ez meg ilyen leírhatatlan. Én azt gondolom, hogy egy ötöt még vállalhatunk. Én azt gondolom, hogy ne. Komolyan ezt mondod? Igen. Szerintem igen? Sokkal durvább beindítani, mint ahogy látszik. Nehéznek tűnik, azért láttam, rendesen megerőltette az úriembert. Én végig azt mondtam neked, hogy csináld, meg tudod csinálni, és hiszek is benned, és tudod, hogy ez az élet minden területére igaz. De most valamiért van egy olyan megérzésem, és nem tudom miért, nem tudom nektek megmondani, de azt gondolom, hogy ezt most elengedném. Kőpapírollózhatunk egyet, zavarna titeket? Hát nézd! Oké, de én flexet fogok mutatni. Egy kör mehet. Kőpapírolló. 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 Nem megy. Nem. Passzolunk. El tudtad felejteni annyira a szülés élményét? Hát élménynek nem nevezném éppen. Történetet, tehát azt a történetet és azt a 3 hónapot, ami utána jön úgy, hogy gondolkodjál egy másik ilyen születésben? Hú, ez... Ja, megmondom, miért kérdezem, mert nekem ugyanilyen rettenetes szülésem tényleg? Volt. Igen, én ezért csináltam a szülőszoba sorozatot annak ide, hogy meg akartam érteni, hogy ez teljesen szükségszerű volt-e, ami velem történt. De neked is ugyanilyen sürgősségi? Úgy, és pont ugyanígy zajlott le. Igen. És hogy azért kérdezem, mert én 10 évig azért nem akartam szülni, mert azt mondtam, hogy az én gyerekemnek legyen anyja, nehogy belehalljak a másodikba. Tehát, hogy... És aztán persze a szülőszoba forgatás alatt rájöttem, hogy ott egy műhiba történt tulajdonképpen, tehát hogy ez nem szükségszerű, hogy a következő is így történjen. Na, ezért kérdezem tőled, hogy ugye ez nekem egy belső élmény, és hát nyilván a legtöbben azt mondják már ott a szülőágyon, hogy na, ebből elég volt egy köszönjük. Aztán vannak, akik meg azt mondják, hogy jöhet a következő. Persze. De hogy nálad ez hogy? Én azt mondom, hogy soha az életbe, nemhogy gyereket, de én ennek a kórháznak és ennek a kerületnek a környékére sem szeretnék jönni. És ez olyan szinten, hogy nem is tudtam arra menni, azt hiszem hónapokig nem tudtam arra az irányba menni, nagyon furcsa volt. Mert azonnal jöttek a fájdalmak. Aha, meg a minden, meg a lelki sérelmek, és mondtam, hogy biztos, hogy nem. És még a férjem is ezt mondta, hogy nem kell, nem lesz kis testvér, és nem. Uh-huh. És hogy ő így ebbe a helyzetbe soha többet nem akar engem látni. Uh-huh. És most így 3,5 elteltével mondom azt, hogy amúgy igen, nagyon szeretnék majd egy második gyermeket, de hogy erre még azért egy kicsit így adnék magunknak időt. De lesz. Sőt, tudod mi a durva, hogy még azt mondanám, hogy megpróbálkoznék még egyszer a természetes úton való. Igen? Mm-hmm. Így felbátorodtál? Hát nem tudom, lehet, hogy csak ez, nem akarok hülyeséget csinálni, tehát nem akarom azt, hogy ez nekem egy ilyen bizonyítási dolog legyen, hogy na akkor csak azért is, és ebben bármi egészségügyi károsodás legyen neki vagy nekem, tehát nem akarok egy ilyen álmokfutó lenni, aki azt mondja, hogy nem sikerült ez, jó, akkor most majd még megmutatom, hanem igazából... Mert hogy akkor tudatosabban készülnél? Igen, tehát, igen. Tehát, hogy tudod, igen. Hogy hol ment el igen. Esetleg, uh-huh. És akkor... felelősségteljesebben beszélnél, tudnád már, mit kell kérdezni például igen, az orvostól, igen, ugye? Igen. És lehet, hogy azt mondom, hogy akkor szeretnék magamnak egy olyan élményt, hogy tényleg megélni ennek a csodának az érzését. Egyébként nekem is hiányzik ez, hogy én ezt nem értem meg soha. 23 év múlva is. Nagyon komoly. És képzeld el, van egy barátnőm, akinek ugyanilyen szülése volt, mint neked és nekem, és most született egy kislánya, császár után természetes úton. Uh-huh. Ő is depressziós volt, és azt mondta, hogy minden flottul ment, hogy tök tudatosan volt, és élete legszebb élménye volt az a szülés. Akkor így megszületett, természetesen a karjába adták, hogy akkor. Tehát, hogy azt átélni, az biztos egy fantasztikus dolog lehet. Figyelj, csak manifestáld úgy, ahogy a pasidat vannak idején, nem? Hogy vonzám be? Igen, lehet. Sometimes I can feel her arms holding me as forever.
én elég spirituális alkat vagyok, és mindig tudtam, hogy nagyjából milyen típusú férfi az, akit én úgy elképzelek az életembe is. És milyen típusú egyébként? Nagyon megbízható, hűséges, jó apa, és egy nagyon humoros személyiség. És képzeld el, hogy tök sokszor úgy feküdtem le, hogy elképzeltem magamnak egy ilyen férfit, aha, és akkor mindig vizionáltam, hogy én egy ilyen férfi mellett szeretnék. Tehát neked is így pörög a film, aha, esténként, mielőtt elalszol, hogy igen. Képeket képzelsz el, amiket manifesztál. Igen, amit szeretnék, egy kicsit átgondolom az aznapi dolgaimat, akkor mérlegelek, szóval, hogy én ilyen nagyon, és ebbe alszom bele. Így szépen lassan. És akkor tudod, hogy érdekes, hogy azt mondják, hogy a téta atyhullámban tulajdonképpen az az álom időszaka, amikor így átcsúszunk, és aztán utána a mély alvás, az már egy másik történet, és hogy ilyenkor ezek az álmok valóban meg tudnak valósulni. Tehát, hogy olyankor tudsz igaziból a tudatalattidhoz hozzáférni. De érdekes, ezt nem tudom. Hogy ez a Zoli beférkőzött akkor egy éjszaka? De vagy abszolút, ilyen... egy több éjszaka, több éjszakás projekt volt ez. Nem nagyon mutogatod a férjedet. Már nem, de egy időben sokat mutogattam. De ez és most sokan már írtak szerelmes levelet neki, nem, vagy mi történt? Igazából ott nem akartam bele, tehát hogy én sajnos az érzelmességem miatt hajlamos vagyok ilyen túlkapásokra, tudod, tehát hogy... Tehát nagyon nyitottál válsz. Igen. És azért ezzel manapság már vigyázni kell, és semmi olyan rossz dolog nem történt, csak azért azt is tiszteletben kell tartanom, hogy ő egy civil szakmával rendelkező civil ember, és nem akarom úton útfélen azt, hogy neki ebből bármiféle, tehát hogy ő a Mádai Vivi férje. Tehát, hogy ő egy önálló személyiség, nem tudom neki korán reggel. Szóval, hogy egy önálló személyiség, és nem szerettem volna azt, hogy őt most ezzel így megbélyegezzék. Hát igen, meg az milyen, amikor valakinek fúrja a fogát, és akkor közben a paciens arra gondol, hogy igen. Igen, és úgy, hogy ma láttam a címlapon. Tehát igen, ugye ezért zavar, igen, nem féltékenység. Nem. Mert szép az ember. Szép, nem tagadom. Én egyáltalán nem vagyok féltékeny. Nem? Nem. Valahogy te is adsz szabadságot, igen, nem csak igen, de én ezt nagyon el is várom. Tehát, hogy mehet, tényleg, de én nem szeretem, ha korlátoznak, és ugyanúgy én sem korlátozom őt. Úgy, senki nem drukkolt neked, mint a Zoli. Mondtam, hogy nagyon nehéz a vége, mert egy ösztönös félelem. Talán az volt a gond, hogy már még rá kellett volna nyomni. De ez nem jelent más, mint hogy Vivien és Zoli megnyerte az 1 millió forintot és a 7 macsója címet. Ne keseredjetek, mert ti is megérdemeltétek. Egész héten iszonyú jól játszottatok. És szeretnénk mondani valamit. Igen. Bejelenteni való van, halló. Mi ezt az összeget megnyertük, viszont ezt elhatároztuk az Olival, ha nyerünk, akkor 4 felé szeretnénk elosztani, mert ez egy olyan jó csapat, és amúgy is együtt fogunk lakni, úgyhogy 4 fele megy ez a pénz. Hát az én azért nem nagyon szeret aludni, most sem. De hogy elfogadtátok ilyennek, hogy kész, hát nem alszik, és akkor majd a napi rendet meg megoldjuk. Igen, abszolút, igen. Uh-huh. Jó leszik. Életvidám, nagyon cserfes, nagyon barátkozós, tehát hogy minden annyira klappol nála. Hát ez az alvás az, ami egy kicsit nehezebb, de tudod, most meg már nem tudsz arra haragudni, szóval ezt is mi rontottuk el, mert lehet, hogy az elején kellett volna sokkal következetesebbnek lenni, csak annyira fáradtak voltunk, hogy már nem bírtuk átcipelni el a szobájába. És most már, hogy dumál, és megmagyarázza, hogy ő, neki miért kell lesz ahhoz, hogy ő elaludjon, és az miért fontos, hogy nagyon-nagyon szeretlek, nagyon szeretek összebújni veled, és is tudod, tehát hogy ezekkel a kis dumákkal így levesz a lábadról, és azt mondod, hogy semmi nem érdekel, aludjon itt, legyen itt, de hát annyira édes. Hogy működik a párkapcsolatotok? Hát... Nappal? Igen. Vagy délután elvás azért van? Az van, persze. Az meg most bölcsi is van már, meg, igen. Persze, meg most már óvodás, képzeld el, most elmegy szeptembertől, úgyhogy ezt meg lehet oldani, de szeretjük, hogy ott van velünk, meg tényleg a mi kis csapatunk az egy ilyen nagyon összetartó kis csapat, tehát hogy mi nagyon jól tudunk így hárman együttműködni, meg nálunk nagyon jó a rendszer. Tehát mi ezt jól beállítottuk, mindenkinek megvan a feladata, és tényleg jól működik. És ezt érzi az én is, hogy ott biztonság van, ott béke van, ott nyugalom van. Zéni? Aha, nézzük, igen. Én Istenben hiszek, és hozzá szoktam imádkozni, meg az én itt is úgy fekszünk le minden este, hogy mi imádkozunk meg. És ezt az én Istenem, jó Istenem becsukodik azt, már a szemem? Igen, és ezt annyira hamar megtanulta, és akkor most már ő szoktam mondani, anya, valamit elfelejtettünk. És mondom, micsodát, imádkozni.
Úgyhogy most már ez így annyira az ő kis estének a része. Ez nekem nagyon fontos, hogy így zárjuk a napot, hogy átgondoljuk, meg átbeszéljük, és akkor ezt az imát, ezt így elmondjuk együtt. Ez ilyen biztonságot vált, lelki biztonságot? Igen, meg valahogy én is egészen pici koromtól kezdve ezt kaptam az én szüleimtől, mert ez nekem nagyon fontos volt, és erre tudok támaszkodni, meg ebbe tudok kapaszkodni a hitembe. És tulajdonítasz esetleg a vallásosságodnak egy olyan eredményt, hogy végül is mégiscsak megúsztátok ezt a történetet? Persze. Tehát pontosan ezt mondom, hogy kaptam egy jó tanulási folyamatot a Jóistentől, de kaptam egy óriási ajándékot mellé, szóval, hogy velem annyira, tényleg annyira kegyes volt, hogy még ezt a rossz élményt is úgy tudtam megkapni, hogy cserébe volt egy ajándék, nem is akármilyen. Azt hiszem, hogy ennél szebb zárszót nem is lehetne mondani, még csak annyit mondjál, hogy na most, hogy alakul a napod, mikor rohansz, az én olyért, te rohansz-e? Most innen rohanok két forgatásra, aztán utána, most az Évi végül is otthon maradt az apukájával, mert ő most délelőtt otthon van, meg egy picit náthás, úgyhogy nem ment az óvodába. És megyek haza, és akkor vártam majd az apukáját a forgatás után, aki megy tovább dolgozni, este jön haza, és holnap pedig milyen kanap. Együtt hárman. Hát érezzétek magatokat. Köszönjük nagyon szépen. Jó holnap is, és a következő sok-sok-sok-sok évben. Köszönjük szépen, köszönöm én is. Köszönjük, hogy velünk voltatok, nektek is, és találkozunk legközelebb hamarosan. Sziasztok! Sziasztok!